104-es lapot fogjuk tanulmányozni, és a 104-es lapon idézzük a misnát. Azt a misnát, amit tegnap tanultunk, tehát értelemszerűen, aki nem hallgatta meg a tegnapi felvételt, azok számára gyorsan össze kell foglalnom, hogy mit mondott a misna. A misna arról beszélt, hogyha valaki meglopta a fele barátját, és aztán letagadta, hogy ő lenne a tolvaj, sőt, meg is esküdött rá, hogy ő nem a tolvaj, majd mégis bevallja, hogy ő a tolvaj. Akkor ilyenkor mi van? Mit kell fizetnie? Tehát először tagadta, meg is esküdött, és utána pedig bevallja. Pisti azt mondja, hogy egyszeres, ez majdnem jó válasz. Hogy? Jó, jó, jó irányba kapis, Gára Gabi. Ez nem de van, de ugye azt mondtuk, hogy a hamis Tóra azt mondja, hogy a hamis eskü miatt kell fizetnie még egy 25%-ot, egy ötödöt. Azért 25%, mert visszafelé számoljuk az egy ötödöt. És kell hozni egy ásam áldozatot, egy bűnázatot. És stimmt, fagale? Oké. Most erre azt mondta a misna, hogy ebben az esetben az illető mindenképp a kezébe kell, hogy adja a megkárosítottnak ezeket. Tehát addig nem nyugszik, amíg meg nem találja azt, akitől lopott, és odaadja a kezébe a 125%-ot, és ezzel tudja rendezni a sorait. Talmud azt is mondta, hogy ne adja ezt oda a semmilyen megbízottnak, ne adja oda bocsánat, ne adja oda a meglopott ember megbízottjának, a meglopott ember fiának, hanem csak is személyesen adja oda. De azt is hozzátette a misna, hogy ha egy bíróság általi megbízottról van szó, akkor annak oda lehet adni. Azt le lehet tudni. Honnan tudjuk ezt? A tegnapi Talmud ezt kifejtette, hogy mivel a Tóra hangsúlyozza, hogy Nassan Loj, adja neki. Innen tudjuk, hogy mindenképp neki kell adni. Nem lehet itt egy megbízottnak adni, hanem neki kell adni. Akkor miért lehet adni a bíróság általi megbízottnak? Mert a rabbik mégiscsak akartak egy könnyítést tenni, hogy ne legyen olyan nehéz megtérni. Mert képzeljük, hogy Amerikában van akit meglopott az illető, és most az oda kéne menni személyesen, semmilyen mód nem lenne arra, hogy valamilyen megbízottnak adja oda, akkor nehéz lenne a megtérés, mert aztán jó, hát az Amerikában nem tudok elmenni. Úgyhogy, hogy ezt megkönnyítsék, ezért elrendelték, hogy lehet a bírósági megbízottnak is odaadni. Eddig stimmel? A Talmud arról is beszélt, hogy ez a nagyon szigorú szabály, hogy mindenképp oda kell adni neki, ez elsősorban a tőkerészre vonatkozik. De a 25%-ra arra enyhébb szabályok vonatkoznak. Oké? Okay. Na, akkor nézzük, ez volt a gyors összefoglalás, és most nézzük, mit mond a Talmud. Ja, azt mondta a misna, leiten leile bnoi, leile sluchoi, azt mondta a misna, ne adja senki másnak, csak személyesen a megkárosított, meglopott személynek, ne adja se a fiának, se a megbízottjának, hanem csak is neki. Itt már sliach sasszébe, idim rab chizda, már háve sliach, rabám már lőj háve sliach. Van általánosan egy vita, Rába és Rav Chizda között, hogy mennyire, tehát, ugye amikor azt mondjuk, hogy valaki megbízottként eljárhat a nevedben, mi a módja a megbízásnak? És a vita az, hogyha tanúk előtt megbízok valakit, az elégséges-e arra, hogy ő megbízottként eljárjon a nevemben. Ugye mindenképp a bíróság előtti, a bírósági megbízott az a legfittebb, a legbiztosabb. És az a kérdés, hogyha két tanú bírósági eljárás nélkül két tanú előtt megbízok valakit, akkor az a megbízás az elég erőse vagy sem. Akkor tekinthetjük-e megbízottnak az illetőt vagy sem. De a Frizda szerint igen. Rába szerint nem. Sliáksa szöjbeidim, tehát ha egy megbízottat tanúk előtt bízok meg,
Rav Chisda amar have shliach, Rav Chisda szerint ez egy érvényes megbízás. Rába amar loj have shliach, Rába szerint viszont nem egy érvényes megbízás. Chisda amar have shliach, lahachi tarchiv ukme beedim de leiko bereshusei. Rav Chisda azt mondja, hogy ez egy érvényes megbízás, mert azt mondja, mert önmagában az, hogy már ott odahívta a tanukat, és ezt komoly energiát belefetszolt, az azt mutatja, hogy ezt komolyan gondolja, és hát vannak tanuk, akik az egészet bizonyítják, tehát a dolog érvényes. Rába mit mond? Rába amar loj have shliach? Akik amar in is mehemna, isza machcmoich, iba iszle studi biade, studi biade. Rába mit mond? Azt mondja, lehet, hogy ő tanuk előtt megbízta. De ezt csak úgy értette, ha akarod, akkor neki odaadhatod. De én addig nem nyugszom, amíg én nem kapom meg. Ugye itt különben, most kifejezetten arról beszélünk, hogy a megbízott, mondjuk nekem van egy követelésem a Kálmánnal szemben, és a megbízottnak, ha a Kálmán oda, értsük, a Kálmán, ha nekem visszaadja, ott megadja a követelést, onnantól fogva neki már nincs felelőssége a dologgal, ugye? Ha a megbízottamnak adja a követelést, akkor ugyanez lenne a dolog. Kérdés az, hogy én megbízok valakit két tanú előtt, és a Kálmán neki odaadja, akkor én úgy gondoltam-e, hogy ez egy olyan erős megbízott, mint mondjuk egy bírósági megbízott, aminél az olyan, mintha nekem adta volna. Tehát, hogyha útközben kirabolják a megbízottat, akkor a Kálmán fölteszi a kezdet, arra, mint én már rendeztem soraimat. Vagy én azt tudom neki mondani, egy túrolt apukám, hát még nem kaptam meg a pénzt. Jó, én megbíztam abban az emberben, akinek odaadta, de ezt nem úgy értettem, hogy akkor onnantól fog az ön, te én kaptam volna meg. Tehát ezért azt mondja Rába, ha a tanuk előtt bíztam is meg valakit, azt nem úgy értettem, hogy ő tényleg a helyembe lép, és a Kálmán oda jön neki az olyan, amit nekem adta volna. Hanem csak úgy értettem, hogy én benne megbízom. A 8 milliárd ember közül benne megbízom. De nem úgy értettem, hogyha odaadta neki az olyan, amit nekem adta volna. Értjük? Annyira mégsem. Nem, megbízom benne, de nem lép a helyembe. Igen, ez egy másik, de ott is ugye szó volt erről a shliach kérdésről. Oké. Tnán, van egy brájta, ami a következőt mondja. A soje lesz a parra, ve silcha biad bnoj, biad avdoj, biad sluchoj, biad bnoj, biad avdoj. Sluchoj se soje. Umejsa, potur. Van egy brájta, ami a következőt mondja. Én kölcsön adok egy tehenet valakinek, és azt az én megbízottammal küldöm, vagy a kölcsönvevő megbízottjával, vagy fiával küldöm, mind a két esetben, ha ő útközben meghalt a tehén, a kölcsönvevő mentes a felelősség alól. Értjük? Tehát amíg a kölcsönvevő, ha a kölcsönvevőhöz már eljutott a tehén, onnantól fogva az ő felelőssége a tehén testépsége. De amíg nem jutott oda hozzá, addig nem az ő felelőssége. Még akkor sem, hogyha az ő megbízottjával küldtem el. Mit látok ebből? Elvileg azt látjátom, hogy a megbízott, az nem egy. A tanuk, mindjárt látni, jó, először menjünk tovább. Éhidomi, milyen megbízottról van itt szó? Ide lajjabb szabeidim, amikor azt mondja, hogy a kölcsönvevő megbízottja, az milyen megbízott? Tanúk előtt, vagy nem tanúk előtti megbízott? Még egyszer. A táblát igénybe fogjuk venni. Nem. Az volt a lényeg, hogy lehet kölcsönvevő is, meg kölcsönadó is. Igen. Na. Oké, először is tisztán írjuk fel a két véleményt. Tehát azt mondtuk, hogy a shliach shel soy beidim
Tehát, hogyha a hitelező tanúk előtt bízza meg a sliachot, megbízottat, akkor erre a Chizda azt mondta, hogy ez jó, Rába azt mondta, hogy nem jó. Oké? Most. Mit mond a Brájta? Tehát a hitelező, én vagyok a hitelező, megbíztam valakit, menjen el a Kálmához, aki felé követelés van, és hozza el a pénzt. Én ezt tanúk előtt csináltam. Ez a megbízás, ez egy olyan megbízás, ami tényleg sliáknak tekintető onnantól megbízott, tehát hogyha a Kálmán odaadta neki a pénzt, az nem talán nekem adta volna vissza. Vagy nem, én csak úgy értettem, hogy hát megbízom benned, nem úgy, hogy ő a helyen belép. Oké? Ez a kérdés. Most a Brájta mit mond? A Brájta azt mondja, ha van kón, és neki van egy tehene. Van egy tehene. Van grün. Most bármelyik esetben, tehát akár ő küld egy sliachot, hogy hozza el a tehenet, akár ő küld egy sliachot, hogy vigye el a tehenet, ha útközben meghalt a tehén, akkor grünnek nincs felelőssége. Miért? Mert még nem olyan, mintha megkapta volna a tehenet. Eddig simán? Amíg a tehén hozzá nem jut, a tehén még kón felhatósága alatt van. Ebből akkor mi következik? Mi következik, hogy kinek van igaza, Rav Chizdának vagy Rábának? Nagyon jó, Rábának. Miért nincs felelőssége Grünnek? Mert a sliach az nem egy igazi sliach. Az nem egy olyan megbízott, aki már Grün helyébe lép. Mert a Grün helyébe lépne az ő sliachja, ugye ez itt a nagy kérdés, tehát ez amivel igazán foglalkozunk. Mert ez itt ez nyilvánvaló, hogy ha a sliach kón helyben lép, akkor is még kónnál van a tehén. Az igazi kérdés, amikor Grün küldi a sliachot, és elhozta a tehenet, akkor az már olyan, mint hogyha Grünnél lenne, vagy nem? Mit mondunk, hogy nem olyan, hiszen Grünnek még nincs felelőssége, tehát kinek van igaza? Rábának. Eddig stimmel? Gábor, ne nézz ilyen üveges szemmel. Jó. Mit nem értesz ezen? Mi az, hogy hol érnek el? Ez volt a deal. Jó napot, Kón! Jó napot kívánok, Grün! Miben tudok segíteni? Kérnék szépen egy tehenet. Van tehened? Van. El tud nekem küldeni? Nem. Jó, akkor elküldöm a Pistit, a szomszédot, hogy hozzá. Jó, küldjed! Elküldte a Pistit. Ez a Grünnek a sliáhja. Ő elhozza a tehenet, és útközben kinyúlik a tehén. Akkor mit mond Grün? Azt mondja, ne arra, hogy a tehén még nem volt nálam. Mit mond Krón? Azt mondja, jó, de te küldted. Ne, azt mondja, erre mi? A Brájta, sorry, Kón. A felelősség, ami Grünhöz nem ért a tehén, a felelősség az a Kóni. Most a kérdés az, hogy ez a sliach milyen ez a sliach milyen sliach volt. Mert lehetne egy mondás, hogy lehet, hogy a Brájta csak azért mondta, hogy Grün nem felelős, és a sliach nem sliach, mert nem tanúk előtt bízta meg. Hanem csak mondta, menjél Pistikém, menjél, mi hozd el a tehenet. Voltak itt tanúk a megbízásnál? Mit mond erre a Talmud? Kellett, hogy legyenek tanúk, mert hogyha nem le voltak tanúk, akkor honnan tudta Kón, hogy az tényleg Grünnek a megbízottja? Valaki bekopogtat, és jó napot kívánok, Grün, nem Kónnak a megbízottja, Grünnek a megbízottja. Jó napot kívánok, Grün küldött. Honnan tudom, hogy Grün küldött? És nem egy szélhámos vagy. Csak akkor merül föl egyáltalán ez az eset, hogy Grün küld valakit, hogyha tanúk előtt bízta meg. Mit látok?
hogy voltak tanúk a megbízásnál, és mégsem olyan erős ez a megbízás, hogy olyannak számítson, hogyha átvette az illető Grün megbízottja azkor onnantól fogva, olyan, mintha Grün vette volna át. Ebből látom, hogy kinek van igaza, Rábának. Hey, Dami, milyen megbízottról van itt szó? Idelai asszabe édim a naja dina. Nem lehet szó arról, hogy nem tanuk előtt bízta meg, mert akkor honnan tudja Kón, hogy az tényleg Grünnek a megbízottja? Elad a szajbe édim. Arról van szó, hogy tanuk előtt bízta meg, meg tani patur. És mégis azt tanuljuk, hogy föl van mentve Grün a felelősség alól, egész addig, amíg fizikailag hozzá nem ér a tehén. Kássele Rav Chisda, akkor ez Rav Chisda véleményével szemben egy komoly ellenvetés. Úgy tűnik, hogy Rábának van igaza. Mi lesz erre a válasz? Ha azt kérdezted, hogy miért nem mondhatjuk, hogy ez egy tanúk nélküli megbízás, én megmondom neked, ez egy tanúk nélküli megbízás. Áj, de honnan tudta Kón, hogy az Grün megbízottja, ha nem voltak tanúk? Kedve Amár Rav Chisda, beszkirej vele kitaj, akár nem beszkirej vele kitaj. Szerintem, tudod, honnan tudja? Ha nem tudom, én a Sámesze volt. Van egy Sámesze Grünnek, mindenki tudja, hogy ő a kifutó embere, ő a táskás embere Grünnek. És nem a semmiből jelent meg Konnál. Jó napot kívánok, Pisti vagyok, Grün rendezője. Hogy ne ismerem magát, hát tudjuk, hogy mindig, maga mindig jön, megy Grünnek intézi az ügyeit. Jó, akkor itt a tehén. De, és ezért azt a problémát föl tudjuk oldani, hogy nem tanuk előtt bízta meg. Azt mondja, a Frizda, erről van szó. Ebben a brájtában arról van szó, hogy az a megbízott, az egy tanuk nélküli megbízott. Volt Grünnek egy intézője, Schwarz, aki mindig intézte a dolgot. Azt mondja, Schwarz, menjen hozzá a tehenet. Nem tanuk előtt bízta meg. Kónhoz elment Schwarz. Kón tudja, hogy Schwarz az Grünnek az intézője, és azért odaadta neki a tehenet, de addig, amíg nem került Grün kezébe, addig az Kón felelőssége. Ha tanuk előtt bízta volna meg, mondja Rav Chisda, akkor abban a percben, hogy átvette a tehenet, Kón leveszi a felelősséget a tehénről, és onnantól az Grün felelőssége. Így van. Oké. Ez volt a brájta. Most nézzük a misnánkat. A misnánkban is van, a misna azt a következőt mondta. Hogyha a tolvaj lopott, és utána tagadta, hogy lopott, sőt, meg is esküdött arra, hogy nem lopott, majd bevallotta, hogy lopott, akkor adja oda a 125%-ot a meglopott személynek, és ezt személyesen adja oda, és ne egy megbízott révén. Akkor mit látunk ebből? Nem egy megbízott révén. Akkor kinek van igaza? Ugye mit mondott a misna? Se nem a tolvaj megbízottja révén, se nem a meglopott megbízottja révén. Oké? Okay? Itt volt a... Ez volt a meglopott ember. Itt van a tolvaj. Bírósági tolvaj által lehet. Bírósági nem tolvaj, bírósági megbízott által. Oké? Mit mondod? Se nem ő nem működik. Minket mi érdekel? Ez. Bocsánat, nem, ez. Hiába a meglopott személy küldte a tolvajnak a küldöttet, a megbízottat, ne adja oda neki, hanem személyesen adja a kezébe. Itt is, akkor ebből mi tűnik ki, hogy a megbízott, feltehetően itt is egy tanúk előtt való megbízottról van szó, hogy mindjárt mondani fogjuk, és mégis nem eléggé erős a megbízás ahhoz, hogy a tolvaj letudja a kártérítést azzal, hogy neki odaadta azt. Tehát akkor nála, itten lőjném, nevlőjném, sluhaj, hás, sluhaj, hej, hidami.
Milyen megbízottról van itt szó, amit a meglopott ember küld? Ide le a szabédeim, naja dina, el a lávda a szabédi. Ugye itt is azt kell, hogy mondjuk, hogy mindenképp egy olyan sliákról van szó, akit a meglopott személy tanúk előtt kér föl, mert ha nem, a tolvaj honnan tudja, hogy tényleg ő küldte? Mi lesz erre a válasz? Ugyanaz, mint az előbb. Tárgyamul a friszta. Az intézőjéről van szó. Itt is arról van szó, hogy a meglopott embernek volt egy intézője, Schwarz. Schwarz, menj el Grünhöz, mert meglopott, és most visszaadná. Jó, elmegyek, elment. Grün megismerte, tényleg ő az. Odaadja neki a pénzt. Mi azt mondja, Misna, ez nem elég, apukám. De miért nem elég, mondja a friszta? Azért, mert nem tanuk előtt bízta meg Schwarzot, a meglopott személy. Ha a tanúk előtt bízta volna meg, akkor működött volna. Azt a tanú, tényleg? Ám a sliach, a szövő, édim máj. A hinámi dáv is sliach. Ah, tehát akkor azt mondod rá, Frizda, hogy ha a tanúk előtt bízta meg, akkor az jó? Hát csak az előbb mondta a Gábor, hogy a Mista mit mondott, hogy a bíróság előtti megbízott, az jó. De akkor ha tényleg igaza lenne a Frizdának, hogy a tanúk előtti megbízott jó, akkor Mista nem azt mondta volna, hogy a bíráság előtti megbízott jó, hanem azt mondta volna, hogy a tanúk előtt megbízott jó. Az egy nagyobb hidus. Az egy nagyon, nagyobb novum. Azt mondja, Talmud, a Tani Seifa, a Nöjszön Sliach Dezdin, Liflöj, mi Lisztin, Bedi Dej, Sliach, Sosszöbe, Eidin. Akkor azt kellett volna mondja Mista, hogy ha a tanúk előtt bízta meg, akkor jó. De nem ezt mondta Mista, azt mondta, ha bíróság előtt bízta meg, akkor jó. Magyarul, ha tanúk előtt, akkor nem jó. És stimmt? Azt mondtam, hachinami. Hachinami, de háves sliach. Azt mondja, tudod mit? Az valóság az az, hogy ha tanúk előtt bízta meg, az is jó. Akkor a Misna miért nem ezt mondta? Miért nem azt mondta, hogy ha tanúk előtt bízta meg, az jó? Miért azt mondja, hogy ha bíróság előtt bízta meg, hogy jó, akkor jó? Mert van egy különbség. Imri, löj pszikale is liach vézdin, lőjösna a szöny nixal, Lo is no szor, gázlön. Háves liach. Pszikele is liach, a szöjjbe édim, de ki a szöjj, nizzel. Háves liach, a szöjj, gázlön, lej háves liach, lej pszikele. A különbség a következő. Hogyha tanúk előtt bízta, ha bíróság előtt bízta meg, bíróság előtti megbízásról van szó, akkor mindegy, hogy a meglopott, vagy a tolvaj megbízottjáról van szó, a megbízott, az megbízott. Ha tanúk előtti megbízottról van szó, akkor ha a meglopott személy bízta meg, akkor az jó, de ha a tolvaj bízta meg, akkor az nem jó. És ezért a Misna arról beszél, amikor a bíróság bízza meg, mert az egy nagyon definitív, nagyon konkrét és minden esetre érvényes megbízás, független attól, hogy ki volt a megbízó a meglopott személy, vagy a tolvaj. És ezért nem azt mondja, hogy a tanúk előtt bízta meg, mert a tanúk előtti megbízásnál csak akkor jó, hogyha a meglopott személy bízta meg, de nem akkor, hogyha a tolvaj. Jó, rá, fuki ma háj tánad rabbi simon benne lazeraim, de tányi rabbi simon lazeraim, sliák bézis a szói nikzave le a szolgázden, a szói glázden, és salak halam, natal salami adaj, patul. És ezzel azt is akarjuk mondani, hogy a Misnánk nem ért egyet Rav Simon ben Elazarra, mert Rav Simon ben Elazar azt mondta, hogy ha a Sliach Bézdinről is van szó, tehát a bíróságig megbízottról, az is csak akkor jó, hogyha a meglopott személy megbízottjáról van szó, és nem a tolvaj által megbízottról. Bjéhem Rav Elazar Damritra Vájú, Sliach Sosszabbi Deidim Háve Sliach. Vimtoi már, Misna Szénő, Mámcilő is liák, de amellé, így ízlőző gabely plány, nevelő a kamisáde leó, szházi le díma, én is udalé, és káhle is dúlelé, és dúlelé. Így nem, még Rav Chizbe, szkélő éte. De azt mondja a Talmud, van még két rabbi, Rabbi Jöjjel és Rabbi Lazar, mindketten azon az állásponton vannak, hogy ha valaki tanúk előtt bíz meg valakit, akkor az egy teljesen érvényes megbízás. És hogyha az a kérdés merülne föl, amit mi eddig is felvetettünk, hogy a Misnánkból úgy tűnik, hogy a megbízott az nem egy elég erős megbízott, akkor erre az a válasz,
hogy a misnánk nem egy tanúk előtti megbízottról beszél, hanem csak egy simán odaküldte, azt mondta neki, menj és vedd át, ha arra jársz, akkor esetleg kérd el tőle a pénzt, már a tolvajtól, mert lehet, hogy eddig csak azért nem adta meg a pénzt, mert nem volt, aki elkérje tőle, vagy az intézőjéről van szó, de nem egy tanúk előtti megbízottról, mert a tanúk előtti megbízottról lenne szó, akkor az érvényes lenne. Oké? Okay? És Tim Farale, megyünk tovább. Amar ami Huda Mershmuel. Én me salchim maiz bedi yukni, va filu eidim chassumim a lea. Azt mondta Rabbi Huda Shmuel nevében. Nem szabad pénzt, tartozást megbízó levél alapján küldeni, még akkor sem, hogyha tanúk állnak a megbízó levelen. Megjelenik nálam valaki, és azt mondja, Náton itt van, Schwarz küldött, itt a megbízó levelem, alá is van írva, hogy nekem átadhatod. Azt nem szabad, úgy nem lehet kifizetni. Rabbi Yochanan amár, im édim chasszumen a lehomessalachen ne. Rabbi Yochanan azt mondja, nem. Ha tanúkkal alá van írva a megbízó levél, akkor lehet. Imri le Shmuel majtakanta. Most amit Shmuel szerint, aki szerint nem lehet, akkor mi a megoldás? Te tartozol nekem pénzzel. Most nem tudsz átjönni hozzám, mert hosszú az út. Akkor hogy tudod visszafizetni? Én hogy tudom tőled azt beszedni? Ugye? Hiába küldök neked valakit megbízó levéllel, azt mondja, Shmuel, az nem elég jó. Hiába írják alá a tanúk, az se jó. Akkor mi a jó? Hogy lehet megoldani ezt a problémát? Májtakant, ki ha, de Rebi Ábe Ávi Mászék Zuzébe, de Rebi Észre Bár Háma. Azt mondja, a Talmud így is történt, hogy volt Rebi Ába, akinek volt pénze. Mi a baj, fiúk? Haj? Értem. Azt mondja a Talmud, ki hadrábi Abiábi Szusz, már szék Zuzébe, drábi Jöjjszé Bárháma. Rabbi Ábának volt pénze Rabbi Jöjjszé Bárhámanak. Rabbi Jöjjszé Bárhámanak. Tehát Rabbi Jöjjszé Bárháma tartozott Rabbi Ábának. Amelé Rabbi Szafra, azt mondta Rabbi Ába, Rabbi Szafrának. De hát ide azt hisz, ájsz néhunni hale. Ha elmész Rabbi Jöjjszé Bárhámahoz, hozd el nekem a pénzt. Ki azt mondja, haszam, amelő Rabbi Brei, mikor távlach iszkabálti. Akkor eljött hozzá Rabbi Ábához, Rabbi Jöjjszé Bárhámahoz, akkor azt mondta neki, Rába, Rabbi Jöjjszé Bárháma fia, honnan, odaadom neked a pénzt, az apám odaadja a pénzt. Mi? Te adsz nekem egy izét, egy nyugtát az ő nevében, hogy megkaptad a pénzt? Honnan tudom én, odaadom neked a pénzt? Majd holnap jelentkezik, hogy kéri a pénzt. Akkor mit tudok csinálni? És tudod mit? Amellé laj, nem hoztam magam a nyugtát. Azt mondja neki, ijah, és zilbere is, jihtal lakiszka vált. Azt mondja neki, akkor menj vissza, és hozd tőle egy nyugtát. Le szajf amellé, utána hozzátette, várjál csak, így kasszolak, nem iszka bálti, láv kumhu. Dilmadad azt is Sachiv Rabiába, mert nafél zuzik, amely jászmi. Azt mondta neki, várjál csak, tudod mit? Ha hozol a nyugtát, az se jó. Miért? Mert lehet, hogy közben meghal Rabbi Hama, és az egész tartozás az örökösei elé esik. Tehát még egyszer, hogy néztünk ki? Volt Rabbi Hama, nem, Rabbi Abba, bocsánat. Volt Rabbi Yosef Bárhama, volt Rabbi Szafra, akit elküldött Rabbi Hama. Okay? Hogy hozza el a pénzt. Erre Rabbi Yosef Bárhamának volt egy fia, akit úgy hívtak, hogy Rába. És azt mondta ki, várjál csak, azt mondta Rab Szafrának, hoztál magaddal a nyugtát? Odaadom neked a pénzt, és utána majd azt mondja, jön megint Rabbi Ába, és azt mondja, hogy hol a zseton?
De tudod mit? Ha hoztál nyugtát, az se jó. Miért? Én odaadom neked a nyugtát. Én adom neked a pénzt. Te odaadod a nyugtát. Majd közben, mielőtt visszaérnél a pénzzel, meghal Rabiába. Itt vannak a kis örökösök. És én hiába fogom mutogatni, hogy itt a nyugta. Apukám a nyugtánál, akkor már megkaptad a nyugtát, addigra már nem is ért az apánk. Úgyhogy felejtsük el ezt az egész történetet, kérjük a pénzt. De nem érek semmit a nyugtával. De mit lehet ilyenkor csinálni? Belomájta kanto. Akkor mi a megoldás? Zilnak neulach agav ara, mert ta at ktoivlon hiszkabálti. Tudod, mi a megoldás? Hogy lehet egy ingóságot eladni valakinek? Ha én eladok neked valamit, akkor az mikor válhat ki a tiéddé? Az egyik lehetőség, hogy odaadom, és te átveszed. Fölemeled a tiéd. Van egy másik megoldás, mivel hogyha a kocsimat eladnám, de nem tudom odaadni fizikailag, mert a kocsim nincs itt. Azt tudom mondani, ennek az ingatlannak eladom egy négyzetméterét neked, és az ingatlan vásárlással együtt legyen a tiéd ez az ingóság. Legyen a tiéd a kocsim is. Akkor ez egy működő eladás. Ezt úgy hívjuk, hogy kinyan agav karka. A ingatlan vásárlással együtti ingóság eladás. Oké? Okay? Aztán itt is ezt kell csinálni. Én tartozom neki pénzzel. Ő adjon el neked egy kis földarabot, és azzal együtt adja el neked ezt a pénzt, ezt a követelést, és amikor megérkezel hozzánk, az már a te követelésed, és te írjál nekünk egy nyugtát, hogy átvetted a pénzt. Értitek? Ki had ráv papáveszik, mászit rejtse fáveszik, még hazaj. Így volt ráv papéval, akinek 12.000 zuzzal tartoztak hozaiban. Ach niu nil ráv Smuel barába. Ráv Smuel barávát adaküldte, de hogy csinálta? Hogy először egy ingatlanra rá aktiválva eladta Smuel barábának a tartozást. Ágava széfa de vészei. Mi volt az a kis ingatlan rész? A házának a bejárati küszöbének egy része. Tehát ez egy minimális ingatlan is lehet. Ki azt mondja, nafilapéj, áttavach, és eljött Rav papa, és úgy örültek, hogy megoldották a dolgot, mert itt sikerült elhozni a pénzt a adóstól. És stimmt? Hogyne? Oké, mehetünk tovább? Megyünk tovább. Nassan lejesz a keren, de Mista a következőt mondta. Grün lopott. De tagadta, hogy lopott. Utána meg is esküdött, hogy ő nem lopott. Majd utána bevallotta, hogy lopott. Akkor mi van ilyenkor? Mit kell fizessen? 125%-ot. Mit kell csinálni ezzel a 125%-kal? Oda kell adni a kezébe a meglopott embernek. Mert azt mondtuk, hogy ne adja oda a megbízottjának, a gyerekének, nem tudom mi. De mit mondott a misna? Ha a 100-at már odaadta, csak a 25 maradt, azt már adhatja megbízottnak. De bárhogy is legyen, álma, hajmes me mainahu, vim maisz me sámeléjaisin. Lehet, hogy nem kell, hogy olyan szigorúan eljárni azzal a 25-tel, de egy dolog biztos, hogy ebből a szövegből kiderül, hogy ez a 25, ez is egy pénzbeli tartozásnak, követelésnek számít. Mert minek számíthatna még? És mi a gyakorlati különbség? Tehát amikor a tolvaj
Azt mondja, hogy nem lopott, aztán meg is esküszik rá, aztán bevallja, hogy lopott, és akkor innentől fog már 125%-ot kell fizetni. Akkor lehetett volna egy olyan értelmezése is ennek a helyzetnek, hogy a 100 az egy követelés, a 25 az egy ilyen kárpótlási ajándék. Ez egy ajándék. Mi a különbség? Ha ez egy ajándék, akkor az nem egy vagyoni követelés. Mindjárt látni fogjuk, hogy ez mit jelent. Ha ez egy tartozás, akkor az egy vagyoni követelés. A mistánkból úgy tűnik, hogy ez egy tartozás, ami vagyoni követelés, ami lehet, hogy nem olyan szigorú, mint a 100, hogy azt nem lehet a megbízottnak adni, hanem csak személyesen, stb. Stb. De akkor is egy követelés. Mi a különbség? De im máis, mi sálmi leja isim. A következő a különbség. Hogyha ez egy ajándék, egy ilyen kárpótlási ajándék, akkor az például az örökösök már nem kérhetik számon. De tegyük fel a következőt. Schwarz lopott. Tagadta, hogy lopott. Meg is esküdött, hogy nem lopott. Majd bevallja, hogy lopott. Akkor most tartozik 125-tel. De meghal. Akkor az örökösök követelhetik a 100-at, de mi van a 25-tel? Ha az is egy vagyoni tartozás, egy pénzbeli tartozás, akkor azt is követelhetik. Ha az csak egy kárpótlási ajándék lett volna, amit Schwarz ad, nem a Schwarz halt meg, hanem a meglopott személy halt meg. Ha az egy ajándék lett volna, amit Schwarz adott volna annak a személynek, akit meglopott, akkor annak a személynek az örökösei azt már nem követelhetik. A mi misnánkban úgy tűnik, hogy ez egy vagyoni követelés, és ezért a meglopott személy örökösei is követelhetik azt. És stimmt? Oké. Okay. Nem, nem, én azt mondom, ezt a keremben is bál a haimes. Haré, mai szív haimes, el a haimes. Álmachum sem a mai nehu. Honnan látjuk még azt, hogy ez egy vagyoni követelés a következőből? Mert a misnánk mondott egy nagyon vicces esetet. Schwarz lopott, tagadta, hogy lopott. Meg is esküdött, hogy nem lopott. Majd bevallotta, hogy lopott. Most mennyivel tartozik? 125-tel. Majd ezek után kifizeti a 100-at, de a 25-öt nem akaródzik. Azt mondja, ennek az eszek, de hát ez tartozó. Nem, nem tartozom. Nem tartozom? Esküdj meg, hogy nem tartozom. Megesküszöm, nem tartozom. Megesküszik, hogy nem tartozik, egy hazug esküvel, majd másnap föl kell, megbánja a bűn, szóval elnézést, hazudtam. Akkor ilyenkor mi van? Az is halmozódik. És a Isten azt mondja, hogy most mennyit kell fizessen? 25-öt plusz a 25 negyedét. Az mennyi? 6,2. Ő akkor most azt a 6,2-t is, mint 1/5 rá kell tegye a történetre. És ez így megy tovább, ha azt is letagadja, megesküzi, blablabla, akkor megint. És Isten azt mondta, egészen addig, amíg az nem lesz kevesebb, mint egy pruta minimál érték. Oké, okay. Mit látok ebből? Hogy az a 25 az átalakul, hogy mondjam, tőkésödik, tőkésítve lesz. Oké? Okay? Tánya nem jachi. Okay, ebből mit látok? Hogy az is egy pénzbeli, egy vagyoni követelés, és nem pedig egy ajándék. Mert ajándék akkor nem tőkésedne. Tánya nem jachi, a gőzelsz haveirai, nincs bele a jumeis. Jöjjsi, mis állni kell, mikor is tudom, minél sem. De másik eset. Volt egy brájt, amelyik azt mesélte, hogyha valaki lopott, majd azt hazudta, hogy nem lopott, meg is esküdött rá, majd bevallotta, hogy mégiscsak, hogy lopott. Erre azt mondták neki, hogy akkor fizetnie kell 125-öt, majd ő meghal, nem úgy, mint az előző esetben, ahol a meglopott személy halt meg, hanem ő meghal, akkor ebben az esetben az örökösök ki kell, hogy fizessék a 125-öt. Megint csak mi a bizonyítéka ennek? Vagy mit bizonyít ez? Hogy az a 25, az is egy vagyoni követelés. Majd nem így lenne, akkor nem kéne, hogy az örökösök kifizessék. Az örökösök ajándékot nem kell, hogy kifizessék. Mint az apjuk ráhagy, mint tartozás, azt ki kell, hogy fizessék. Jöjjsim bnei shalumi humsadávun havu. Hát csak Talmud ezen elcsodálkozik. Tényleg? Az örökösök azok az apjuk büntető tételének a kötelezettségét is magukon hordozzák? Ki kell, hogy fizessék ezt a 25-öt? Van egy másik brájta, amiből nem így tűnik.
Mi ez a másik brájta? Ugye a Tóra a következőképp fogalmaz, amikor erről az egyötöd büntető tételről beszél, akkor a Tóra azt mondja, és fizesse vissza azt, amit ellopott, és egy ötödöt tegyen hozzá. Mit látunk ebből, mondja a brájta, hogy az egyötöd kötelezettsége kire vonatkozik? A tolvajra magára, de nem a tolvaj fiára. Tehát ha a tolvaj nem fizette vissza, amit ellopott, és most jövünk a fiához, hogy ő adja vissza, akkor a fiú nem kell, hogy visszaadja ezt az egyötödöt, hanem csak magát, a törzstőkét. Majd folytatja a brájta, és azt mondja, a dájnani ajmér, én maszájén mesálom chaimesel gezelavi. Még mindig azt gondolhatnám, mondja a brájta, hogy mikor nem köteles az apjának a lopása miatti egyötödöt megfizetni az örökös. Bizmánsölöi nisbán löi húvelöi aviv. Akkor, ha nem volt időközben hamis eskü, sem az apja révéről, sem az ő részéről. De, húvelöi aviv. De mi van akkor, ha ő esküdött, és az apja nem? Vagy az apja esküdött, és ő nem? Vagy ő is esküdött, meg az apja is esküdött. Mináin. Onnan tudom, hogy ekkor sem köteles kifizetni az egyötödöt. Támud lajmáraser, gazálaser, asák, vehú, lajgazál, ve lajasák. A Tóra ezért ismétli meg, hogy adja vissza, amit lopott, és amit elcsalt, csak maga a tolvaj, csak maga a csaló, de nem a fia. Eddig stimmel? Mit látok ebből? Ugye Brájta azt mondja, hogy az egyötöd fizetési kötelezettsége nem vonatkozik a gyerekre, az örökösre, akkor sem, hogyha útközben volt egy hamis eskü. Oké? Okay? Oké, okay, de most arra beszélünk, hogy meghalt. Ha meghalt, a tolvaj mielőtt visszafizette volna azt, amit ellopott, akkor nem kell, hogy az örökös azt a büntetőtételt is kifizesse, még akkor sem, mondja a brájta, hogyha a hamis eskü már megvolt. Csak hogy tisztázzuk, itt három fázis van. Tehát egyszer van, tehát hogy nézett ki, ha egy idővonal csinálunk. Van a lopás, van a tagadás, van a hamis eskü, bocsánat. Tehát van a lopás, van a tagadás, van a hamis eskü, van a bevallás. Oké? Okay? Ez a négy fázis van. Most miről beszélünk? Mikor halt meg a fickó? Oké? Okay? Azt mondjuk, hogy akkor is, hogyha volt, ha a fickó itt halt meg, tehát volt lopás, volt tagadás, volt hamis eskü, akkor is, hogyha itt halt meg, és nem csak akkor, hogyha itt halt meg, az örökös nem kell, hogy fizesse a 25%-ot. És stimmt? Akkor miért mondod azt a másik brájtában, hogy az örökös kell, hogy fizesse a 25%-ot? Az előbb azt mondtuk, az örökös kell, hogy fizesse a 25%-ot, és ebből tudjuk, hogy az egy vagyoni követelés. De hát ebben a brájtában meg azt mondja, hogy mindegy, hogy volt-e hamis eskü, vagy nem. Ha volt hamis eskü, és utána halt meg, akkor se kell, hogy fizesse. Mit fog erre mondani? Amarev nákmal, hogy káse kán se hojda, kán se loj hojda. Figyeljetek, azt mondja, attól... Ugye itt az X az azt jelenti, hogy az örökös nem kell, hogy fizesse a 25%-ot. Erre mit mond Rav Nachman? Várjátok, van még egy opció, hogy itt halt meg. A bevallás után. És erre azt mondja Rav Nachman. Az a brájta, amelyik azt mondta, hogy az örökös kell, hogy fizesse a 25%-ot, az akkor van, hogyha a hamis eskü után bevallotta a tolvaj, bocsánat, hazudtam, majd rögtön meg is halt, akkor kell, hogy az örökös fizesse a 25%-ot. De hogyha a bevallás előtt, de a hamis eskü után, akkor nem kell, hogy fizesse. Azt mondja a Talmud, várjunk csak. Hát miről beszélsz? Ide laj hajda, keren nami laj mesálem. Hogyha itt halt meg,
és soha nem vallotta be, hogy lopott, akkor miért kéne a 100%-ot fizetni? Ugye ne felejtsük el, itt miről van szó. Az x-ek azt jelenti, hogy a 25-öt x, de ugye úgy, de a 100 az kell, hogy fizesse az örökös. És ugye azt mondtuk, hogy ha a bevallás után halt meg, akkor a 25-öt is kell, hogy fizesse. Nem. Ez a kérdés itt. Hogy amikor, hogyha ott halt meg, amikor még nem vallotta be, akkor miért kéne a 100-at fizetni? Nem ilyen alapon. Igen. Azt mondja, hogy hitté ma, aki nem délőj, mesállj, vádrökem, háderekhoj, mes, lömeimrödökem. Nem mondhatod azt, hogy tényleg nem kell fizesse, mert akkor a misna nem azt hangsúlyozta volna, hogy a 25-öt nem kell fizesse az örökös, hanem azt hangsúlyozta volna, hogy a 100-at nem fizesse az örökös. Azt mondja, Talmud, veoid, tánya, és van még egy problémánk. Van egy másik brájta is. Hú, gyerekek, kezdek fáradni. Azt mondja, Talmud, van még egy probléma. Miért? Mert van egy ennek a brájtának, mint az előbb ezzel az idővonallal felrajzoltunk, van egy folytatása. A dájnani a imére, a következőképp hangzik. Én ma szájhum és sán keren a gezel aviv. Bizmán se nisbá, húve aviv. Még mindig azt gondolnám, hogy mikor kell kifizesse a 100%-ot. Akkor, hogyha már ő, már az apja megesküdött hamisan, és ő is megesküdött. De honnan tudom, hogy aviv, lőj, hú, hogyha az apja megesküdött, és ő nem. Vagy ő igen, és az apja nem. Vagy sem ő, sem az apja. Akkor honnan tudom, hogy ki kell fizesse a törstőkét? Talmud, lőj már, zéleve ősek a védópi, kadalj és Talmud. Miért? És ez egy nagyon furcsa mondat következik, mert lopás, csalás, talált tárgy, letét, erre mind van következtetés. Ez mit jelent, azt még nem tudjuk. De mindesetre a Talmud azt mondja, hogy a 100%-ot ki kell, hogy fizesse. Ugye a Brájta folytatásából mi volt egy pillanatra tegyük ezt félre. Mi volt ez a Brájta? A Brájta azt mondta, hogy mikor nem kell fizetnie. Mit mondta a Brájta? Hogy az örökösnek nem kell fizetni a 25%-ot. És részesen belement. Hogy mindegy, hogy az apja az a hamis eskü előtt halt meg, a hamis eskü után halt meg, mindegy, hogy csak az apja tett hamis esküt, vagy ő maga is tagadta, mindenképpen a 25%-ot nem kell fizetni. Majd folytatja a Brájta, és azt mondja, de a 100%-ot kell fizetni. És megint belemegy. Mindegy, hogy azt a 100%-ot a hamis eskü, majd mond egy, honnan tudom, hogy a 100%-ot fizetni kell, és erre mond egy nagyon furcsa mondatot a Brájta. Honnan tudom? Azért, mert a lopásra, a csalásra, a elveszett tárgya és a letétre van következtetés. Van miből következtetnünk. Mindjárt, hogy ez mit jelent, arra mindjárt vissza fogunk térni. De mindjárt mit mond? Hogy a 100-at fizetni kell. Ha a 100-at fizetni kell, mit mondtál az előbb? Hogy a halál után fizetni kell a 25-öt és a 100-at? Hogyha a halál a bevallás után volt. És miről beszél ez a brájta? Ha a bevallás előtt van, akkor nem kell, halt meg, akkor nem kell fizetni a 25-öt. De hát akkor a 100-at se kéne, a brájta meg azt mondja, hogy mégis kell. De, ahogy mi erre a válasz? Most ugrunk egy kicsit. Ele máj loj hojda aviv, hojda benoj. Szerintem, akkor kicsit korrigáljuk a választ. Miről van szó? Hogy nem vallotta be az apja, de bevallotta a fiú. Miről van szó? A papa lopott, tagadott, hamis esküt tett, és meghalt a papa, de a fiú bevallja, hogy igazatok van, tartozunk. Ezért itt a 25-öt nem kell fizetnie, de a 100-at igen.
Ha viszont úgy történt, hogy a papa lopott, tagadott, hamis esküdtet, majd bevallott, hogy hamis esküdtet, és utána halt meg, akkor mivel már létrejött a 25-nek a kötelezettség a papánál, akkor az örökös kell, hogy fizesse a 100-at és a 25-ot. Akkor megadtuk a választ, hogy ebben az esetben miért kell, hogy fizessen 100-at, de nem kell, hogy fizessen 25-öt az örökös. Oké? Most egy pillanatra még menjünk vissza, amikor azt mondta a Talmud, hogy honnan tudom, hogy a 100-at kell, hogy fizesse, független attól, hogy mikor volt, mi volt, mert a lopásra, a csalásra, a letétre, az elveszett tárgya, van miből következtetünk. Mit jelent ez? Jaszivra, hundra, kamer, nejl, és májta, van, minden rábad, bérej, jés, talmud, kamer, már. Ezt a Funa elmesélte, és amikor hallotta rába az ő fia, akkor azt kérdezte, mi az, hogy van következtetés? A jés, talmud, kamer, már. Ugye itt azt akarod mondani, jés, talmud, ami azt jelenti, hogy van a Tóra szövegében olyan kifejezés, amiből tudok erre következtetni, vagy csak azt akartad mondani, jés, talmud. Jés Talmud, vagy Jés Talmud. Majdnem ugyanaz a szó. Jés Talmud azt jelenti, hogy kell fizetni. Hogy nem a Tórából következtetett, hogy kell fizetni, hanem logikailag. Amelé Jés Talmud, kamer brüdika, ami, szóval úgy értettem, hogy a Tórából lehet következtetni, mert a különböző szavakból ki lehet ezt következni. Oké, ez egy mellékszál volt, akkor most térjünk vissza. Tehát akkor mit mondod? El a máj lojhajda, lojhajda, avíve hajda benaj. Akkor miről van itt szó, amikor 100-at fizet az örökös, de nem 25-öt? Arról van szó, hogy a papa hamis esküdtet, meghalt, de a fiú elismeri, hogy igen, az apám lopott. Oké, akkor 100-at füzes, 25-öt nem. Azt mondtam, hogy miért? Miért ne hajben, hajmes a svold idej? Miért ne füzessen ő is 25-öt? Miről van szó? Én, mert ugye, amikor azt mondtuk, hogy a hamis eskü után vagyunk, akkor a Bright azt is mondta, hogy ez még akkor is így van, hogyha a papa is tett hamis esküt, meg a fiú is. Tehát akkor gyakorlatban, amikor azt mondjuk, hogy nem kell, hogy fizessen 25-öt, az arra is vonatkozik, bocsánat, amikor a következő történt. A papa lopott, tagadta, hogy lopott, hamis esküdtett, a tagadásra, meghalt, jöttek a gyerekhez, ő is hamis esküdtett, nem lopott, majd bevallotta, hogy lopott a papa. És erre azt mondtuk, hogy ilyenkor a 100-at kell, hogy fizesse, a 25-öt nem. De miért? Ha ő is hamis esküdtet, akkor itt is legyen 25. Azt mondtam, hogy igen, Imri, be se eng zélaka jemesz. Tudod miért? Mert már nincs meg az ellopott tárgy. És a felelőssége az örökösnek, az apja lopásáért az akkor van, ha az ellopott dolog megvan. Ugye a tolvaj, ha ellop egy aranyórát, akkor nem csak akkor kell visszaadja az aranyórát, ha még megvan az aranyóra, akkor már nincs meg, akkor fizesse másból. Az örökösnél úgy van, hogyha az apja lopott, és ott az aranyóra, azt kérem, add vissza. De hogyha már nincs meg az aranyóra, akkor nem kell kárpótlást fizessen. Azt mondta, várjunk csak, de már nincs meg az aranyóra, akkor miért kéne, hogy a 100-at kifizesse? Akkor azt csak kéne, hogy kifizesse. Íve se ing, zénylek, szemsz a finuk, Lőjt sziha, díka, hrájusznak haszim. Azt mondja, várj, hogy mondod? Nem maradt. Így van. Azt mondtam, de akkor a 100-at se kell, hogy kifizesse. Azt mondja, nem. Következő történt. Jés a hrájusznak haszim. Azt mondja, a Talmud nem. Mert tegyünk egy kis distinkciót. Mikor igaz az, hogyha a lopott tárgy már nincs meg, akkor az örökös nem kell, hogy fizessem. Akkor, hogyha nincs semmilyen más ingatlan vagyon. Ugye, emlékezzünk vissza, nem csak a lopásnál, bármilyen tartozásnál. Az örökösök örökölnek egy tartozást az apjuktól. Normál esetben azt nem kell, hogy kifizessék. De ha az örökösek a tartozáson együtt örököltek terhelt ingatlanokat, tulajdonképpen az ingatlan az már egy terhelhető dolog a tartozása, akkor kell fizessenek. Itt is erről van szó. Az aranyóra már nincs meg. De az lopott aranyóra már nincs meg. De megvan a vagyonból egy csomó ingatlan. Azt mondja, figyelj, az apád lopott. Ellopta az aranyórámat. Itt van egy csomó föld. Hát nyilván akkor kérem, abból teljesítsetek. És ezért kell, hogy fizesse a 100-at. Azt mondja,
Várjál csak, de ez nem olyan, egy lopásnál a lopás miatti visszaadás az nem olyan, mint egy szerződésben rögzített kötelezettség, amivel szemben ott van fedezetként az ingatlan, hanem ez olyan, mint egy szóbeli tartozás, egy szóbeli követelés, aminél az ingatlan nem fedezett. Mivel én a gövölöm, minden jön sem legyen. Hozzá azt mondjuk, hogy a szóbeli tartozásnál, a szóbeli követelésnél nincsen, nem lehet használni ingatlan fedezetként. Imri, és Amad Bedin, azt mondom, jó, ez egy jó válasz. Akkor tudod, miről van szó? Az apja hazudott, hamisan esküdött, de még mielőtt meghalt volna, bíróság elé állították, és a bíróság kimondta, hogy ő neki fizetni kell. És ezért az már olyan, mint egy írásos tartozás. Imri, és Amad Bedin, a finokhaim, és nem se, oké, akkor viszont a 25-öt is ki kell, hogy fizesse. Amara Bredrevi Shua, Lefisheim és Salmim, Chaim és Elkfiras Sibut Karkois. Azt mondtam, hogy nem. Mert itt akkor tulajdonképpen az apa ki kellett volna, hogy fizesse a 25-öt. De a fiú, az itt nem kell, hogy kifizesse a 25-öt, mert ő mit tagad? Ő csak az ingatlanok fedezeti értékét tagadta, amikor megesküdött. És ezért arra nem kell, hogy 25-öt füzessen. Rava már, ha már ez kinnan, kikön saját diszkájasel, avimuf keresztbe el a khérim, kerem és állam, de a iszei, chaimes, de a iszei, chaimes és lemes állam, de ki is tábe, kusta és tábe, de loj háve jada. Szóval Ravának van egy sokkal jobb válasza. Tudjátok, mi történt? Mi volt a kérdésetek? A fiú miért nem kell, hogy 25-öt füzessen, amikor ő is hamisan esküdött? Ugye, mi volt a történet? Azt mondtuk, a papa lopott, tagadott, hamis esküdtett, meghalt, a fiú is hamis esküdtett, majd bevallott. És az a kérdés, miért kell, hogy a fiú 100-at és nem 125-öt fizesse? Azt mondja, tudod miért? Nagyon egyszerű. A 100-at ki kell, hogy fizesse, mert a lopás még megvan. Lehet, hogy nem náluk volt, akkor hogyan tudta tagadni? Mert ő nem tudta, hogy megvan. Tehát valahol, mint az apja ellopott egy aranyórát, és lerakta a széfbe. Lerakta valakinél. A fiú tényleg azt hitte, hogy az apja nem lopott. Tett egy esküt, de jó hiszeműen tette azt az esküt. Majd kiderül, hogy megvan a lopott aranyóra, azt mondja, bevallom. Ezért az ő hamis esküje, amiről a Mista azt mondta, az nem egy igazi hamis eskü. Az egy olyan hamis eskü, ami hamisnak bizonyul, de ő jó hiszeműen tette. És ezért a 100-at ki kell, hogy fizesse, a 25-öt. Nem kell, hogy kifizesse. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatás következik.